bang, 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 bang. Edzés, mérkőzés, pihenés, majd újraedzés, és így tovább. A mindennapos sorozat terhelés mellett azonban még az élsportolóknak is szükségük van a kikapcsolódásra. Férfi kézilabdázóink a meccsek és tréningek mellett rendszeresen járnak közös csapatépítő programokra. Ezúttal egy kora reggeli paintballozásra kísértük el őket. Out off my feet. Boom, 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 boom. Bang, 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 bang. Van egy kis időnk, bár itt vagyunk a tűzvonalban, úgyhogy nagyon gyors leszek. Egyelőre a nem különmellényes csapat vezet 3-1-re. Nagyon jól lőnek a srácok, volt egy-két nagyon izgalmas jelenet, majd azt látni fogjátok. Úgyhogy most gyorsan föl is veszem a maszkot, mert ezt kiabálták, hiszen folytatódik tovább az esemény sorozata. Jó ötlet volt, hogy eljöjjünk edzés helyett egy ilyen csapatépítő programra, ami kiragadunk a saját környezetünkből, és egy mást ad, más élményt. Úgy gondolom, hogy jó fel tudunk töltődni a hétvégi bajnoki mérkőzésen. Még soha nem voltam ilyenen, de nagyon élveztem, nagyon jó volt. Adrenalin növel, csapategység összejön, egymásért küzdünk, egymás ellen. Nagyon jó volt. Királyság, hogy egy edzés felcseréltünk egy ilyenre. Hol fáj a legjobban? Most a belső combomon kaptam egy keményet. Kapikánk az volt, hogy nem szabad megülni, meg kell indulni, be kell keríteni az állatot. A csomagot is el tudtátok vinni? Igen, ott is menni kellett előre, nem szabad beállni, védekezni. Mit fejleszthet ez? Állóképességet mindenféleképpen és koncentrációt. Ezt pontosítani kell és oda kell figyelni mindenre. A két csapat csatáját ezúttal a zöld mellényesek nyerték. Reméljük, hogy ezek az új impulzusok is hozzájárulnak majd együttesünk nagy céljához, a biztos bennmaradáshoz az NB1-ben. Egy százalék a jövő fradiáért. Egy százalék az utánpótlásunkért. Támogasd a Fradit. Támogasd adód 1%-ával az Albert Alapítványt. Egy százalék, egy cél, 1000 tehetség. Hajrá, Fradi! Én vagyok.